Egy testvérpár fulladt bele a Balatonba a hétvégén. A 17 és 13 éves gyerekek matraccal mentek be a vízbe. A hírek szerint nem tudtak úszni. Ismernünk kell azt a területet, ahol bemegyünk a vízbe. Ezt követően pedig már csak úgy engedjük be a gyermekeinket, vagy a hozzátartozóinkat, hogy vagy tudnak úszni, tehát megfelelő vízbiztonságuk van, vagy ha nem, akkor mi visszük ki őket, tehát olyan beavatkozni képes felnőtt felügyelete mellett van, aki tud valamit tenni a megmentésük érdekében, és a gyermekekre minden esetben adjuk mentőeszközöket mentőmellén, ha vízibiciklizni visszük őket, ha szapozni visszük őket. Hortai Tamás a Gemenc mentőcsoport búvára. A Tolna megyei balesetek többségénél elsőként szokott merülni, hogy megkeresse az eltűnt embereket. 2017-ben Bátán is ott volt, amikor egy 13 és egy 15 éves fiú fulladt a Dunába. A szakember azt mondja, az önmagában nem vezet tragédiához, hogy valaki nem tud úszni. Attól, ha én úszni nem tudok, még nem biztos, hogy bele kell, hogy fulladjak a vízbe, hiszen derékig érő víznél mélyebb vízbe nem megyek, mert tudom, hogy nem tudok úszni. Szóval magyarul nem az áll, hanem a képességek felmérésének, a valós felmérésének a hiánya. Faddomboriban többen fürödtek a borongos idő ellenére szerda reggel. Előkerültek a szápok, kenuk, matracok. Bognár Lilla vízimentő elmondta, ezen a nyáron eddig két tizenéves fiút kellett kimenteni a vízből, pedig mentő mellényt az elsősegély nyújtó helyen és a vízibicikli kölcsönzőnél is adnak. Két tinédzser bement vízibiciklivel, és nem tudtak úszni, aztán leugrottak róla, ugye, és akkor kiabáltak, hogy segítség, segítség, és akkor végül is nem mi mentünk be, hanem a vízibiciklis mentette ki őket. A szekszárdi telesport tábor résztvevői éppen a kajakozás alapjait sajátítják el Faddomboriban. A táborban való részvétel feltétele egyébként a vízbiztonság. Jánosi Péter oktató minden évben külön részt szentel az úszás ismeretek átismétlésére. Felhívta a figyelmet arra, teljesen más élő vízben, mint úszómedencében mozogni. A kinti vizeken a víz mozgása, áramlások, hullámzás, szél nagyon sokban befolyásolhat a víz tisztaság is, nem látom, hogy hol mélyül, hol van az alja, azt hiszem, hogy még leér a lábam, adódhat egy árok a víz mélyén, belépek, megijedek, elsüllyedek, ilyenekből adódhat a dolog. Benti vizeken ott a víz tisztaság annyiban segít, hogyha ha valaki elmerül, akkor látom legalább, hogy hol van. A vízirendőrök az idén eddig 220 embert mentettek ki a Balatonból, idén eddig 13-an, tavaly egész évben 80 vesztették életüket a tóban.